Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ma ismét a Minden is, ami Stephen King rovattal jelentkezem, amelyben Valerie Gold, Stephen King az Árnyak Királya című életrajzi művét fogom bemutatni. Ez most egy olyan poszt lesz, amilyet nem igazán szeretek csinálni. Aki olvasta már amolyan az értékelést, az tudja, hogy nem dicsérni fogok ma. Amiért nem szeretem az ilyesfajta posztokat, az, hogy nagyon sokan mostanában sportot űznek abból, hogy olyan írókat, olyan könyveket olvasnak, amelyekről tudják, hogy nem nekik írnak, nem az ő műfajukba tartoznak, mégis elolvassák és negatívan értékelik, csak azért, hogy elmondhassák, hogy ez mennyire rossz volt. A magam részéről úgy gondolom, hogy a negatív véleményt el lehet és el is kell mondani a megfelelő helyen, mert ezzel olvasóként is segítjük egymást, és az íróknak is egyfajta visszajelzést tudunk adni a munkájukra, hogy miben tudnak fejlődni, ha esetleg tévúton járnak, ezt is vissza tudjuk nekik jelezni. De alapvetően én nem az az ember vagyok, aki nagyon-nagyon szeretne lehúzós videókat csinálni. Az a videó azért készül, mert Stephen Kingnek külön rovatot szenteltem, és a vele kapcsolatos könyveket egyesével szeretném értékelni, ahogy ezt már korábban is ígértem. Gondolkoztam, hogy ennek a könyvnek szenteljek egy külön posztot, vagy majd a havizárásban csak említsem meg, hogy ezt is olvastam. Viszont mivel Kingről van szó, így jobbnak láttam, ha egy külön posztot kap, és nem megyek szembe azzal, amit az elején ígértem. A könyv a Vintage Media kiadónál jelent meg 2014-ben, és mivel magyar szerzőről van szó, ezért fordító nem volt hozzá szükséges. A terjedelme 280 oldal, ami valóban nem sok, nagyon gyorsan is lehet olvasni. Én pedig betegségből lábadozva olvastam szeptember első két napjában. Egy kicsit több mint 24 óra alatt ki is végeztem a könyvet, amit olyankor szoktam csak csinálni abban a két esetben, ha nagyon jó a könyv és nem tudom letenni, vagy ha annyira rossz, hogy mindenképpen szeretnék tőle szabadulni. Van az a tulajdonságom, hogy nem szeretek könyvet félbehagyni, mert úgy vélem, hogy akkor tudok hitelesen nyilatkozni valamiről, hogyha az elejétől a végéig elolvastam. Illetve jártam már úgy, hogy ami elsőre nem tetszett, az a végén értelmet nyert, és végül sokkal jobbra tudtam értékelni, mint amit először gondoltam. Ha viszont már felvezettem, hogy milyen sok probléma van ezzel a könyvvel, akkor lássuk is ezeket egészen konkrétan. Ez egy életrajzi műnek titulált kötet, mégis az életrajzi részét 44 oldalban intézi el a szerző, ami testvérek között sem hangzik túl soknak, és nem is úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon részletesen bele tudna menni a dolgokba. Nekem is az volt a benyomásom, hogy rendkívüli módon összecsapta, gyakorlatilag felvillantotta már azt, amit mindenki tud valahonnan, és még ezek mellett is elég sok ismétlés található ebben az életrajzi szekcióban, ha nem is copy-paste-tel ugyanazok az információk, vagy ugyanazok a mondatok, de nagyon sokszor lehet ugyanazt olvasni néhány oldallal később. És ennyi is volt az életrajzi vonatkozás, a további 236 oldalban Stephen King műveiről olvashatunk. A logikát a művek felsorolásában először nem igazán találtam, míg rájöttem, hogy a betűrend szeretett volna ez lenni, viszont ez is megborult néhány helyen, illetve addig rendben van, hogy a határozott névelővel kezdődő címeket a sor elejére kell tenni, eddig tudja, de aztán nem, hogy ilyen esetben az állattemetőt, az álomcsapdát, vagy a 11-22-63-at hova a csodába is kéne tenni. Ez már nem sikerült. A könyvek bemutatása
nagyjából abból áll, hogy a keletkezési körülményekről beszél néhány sort, mert ahol lehet, mert nyilvánvalóan nem mindegyikről ismerjük, hogy pontosan mikor és hogyan, milyen körülmények között jutottak King eszébe ezek az adott történetek. Ahol ez felelhető volt, ezt igyekezett megjeleníteni. Ezen kívül azt találjuk még meg, hogy melyikből, mikor ki rendezett filmet, és megkapjuk mellé a filmnek a fekete-fehér plakátjait is. Ezek azt hiszem mindannyian megvannak. Néhol tartalmat is említ, viszont nagyon sokszor az volt a benyomásom, hogy nem olvasta az adott könyvet, Valerie Gold, mert a felhozott információk némelyike annyira hiányos, vagy esetlegesen hibás volt, hogy olyan ember, aki ezeket a könyveket olvasta, nem vét ilyen hibákat, még emlékezetből sem. Nem fogom mindegyiket felsorolni, viszont azokról ejtenék néhány szót, amelyek a legjobban kicsapták nálam a biztosítékot. Én most előre szólok, hogy a felsorolásban semmilyen logikát ne keressetek, csak úgy mondom őket, ahogy éppen eszembe jutnak. Kezdjük mondjuk az Elúria nővérkéi című kisregénnyel, amely a szerző szerint Roland Deschen gyermekkorát mutatja be. Nem. Az tény, hogy a kisregény kapcsolódik a Sötét Torony sorozathoz, és időben sokkal a sorozat előttiekhez képest játszódik, és még az is igaz, hogy a Sötét Torony kötetekben szó esik Roland fiatalabb éveiről, viszont amikor ezt a mondatot megláttam, nekem hirtelen nyilván az jutott eszembe, hogy volt ennek a csávónak egyáltalán gyerekkora? Persze volt, csak ne kérdezd meg tőle, hogy hány éve volt, mert nem fogja tudni. A Tortúra című regénynek a bemutatásában inkább pontatlanságokat fedeztem fel, például azt, hogy a Paul Sheldon műveiben megjelenő főhősnőt Misery Chastain-ként emelte be ide a bemutatásba. Ezzel az a probléma, hogy a magyar fordításban Misery Chastain kapott egy magyarosított nevet. Más kérdés, hogy én magam sem értek feltétlenül egyet azzal, hogy a neveket le kell fordítani, vagy nem kell lefordítani. Ezzel lehetne vitatkozni, de most már nem érdemes. Ha viszont ez már így esett, hogy egy magyarabb hangzású nevet kapott az említett főhősnő, akkor egy bemutatásban illik ezt megjeleníteni, és nem benne hagyni az eredetit. Valószínűleg Valerie Gold nem olvasta a Tortúrát, mert ha olvasta volna, akkor erre emlékezett volna, hogy itt nem Misery Chastainnek hívják az említett hősnőt. Ezen kívül a film megjelenítésénél olvashatjuk azt a mondatot, miszerint a filmadaptáció beli alakításáért Kathy Bates Oscar-díjat kapott. Nagyon szuper. Ez így van. De aki nem ismeri a történetet, az ebből nem fog rájönni, hogy amúgy melyik szerepért. A Két Róznál is pontatlanságot fedeztem fel. Addig rendben van a dolog, hogy fantasztikus elemként megemlíti a bikát, akinek a neve megegyezik a görög mitológia beli bosszúállás istennők neveivel. Tök jó, oké. Viszont elég nagy pontatlanságnak tartom azt az állítást, miszerint ez az egyetlen fantasztikus elem ebben a könyvben. Ha olvasta volna, akkor tudná, hogy nem erről van szó. Ami viszont egy kicsit erős már ebben a bemutatásban, az az utolsó mondat, amely szerint sajnos ezen a könyvben érződik, hogy tényleg nagyon jól akarták megírni. Ez nem az üzenőfal, és nem a molyos értékelés, hanem ez egy publikumnak szánt, elvileg objektivitással megírt kötet,
amiben nincs helye személyes véleménynek. Sajnálom. A Fekete Háznál egy még jóval nagyobb pontatlanságot találtam. A főhősre hollywoodi sztár ügyvédként hivatkozik. Mi van? Aki hollywoodi sztár ügyvédnek titulálja Jack Sawyert, az a Fekete Háznak a közelében sem járt, és most a könyvről beszélek. Jack Sawyernek valóban van némi köze Hollywoodhoz, de a sztár ügyvédséghez nincs. A végére hagytam a Kallai farkasokat, a Sötét torony kötetek 5. részét. A torony nekem nagy kedvencem, ezért erre eléggé érzékeny is vagyok. Féltem is tőle, hogy ebben is találok hibát, és hát sajnos ebben is van. És ez az, ami a leginkább kicsapta nálam a biztosítékot. Addig rendben van, hogy megjeleníti azt, hogy ebben a kötetben a popkultúrára elég sok utalást tesz King, ez így van, ebben hiba nincs. Viszont azután, hogy megemlíti a cikeszeket, amelyek szerinte repülőgránátok, amelyek a Harry Potter sorozatban is megjelennek, erre csak annyit tudok mondani, hogy oké, hogy a Sötét tornyot esetleg nem olvastad, de a Harry Pottert se. Tényleg? A nyilvánvaló tartalmi hibákon kívül sajnos a stílussal sincs kevesebb gond, nem tudom szebben mondani, egyszerűen kriminális, ahogy ez meg van írva. Több helyen próbálja Stephen King stílusát átvenni, utánozni, de nagyon erőltetett és nagyon nem a könyvbe illő. Ahol nem ezt teszi, ott annyira gyerekes és kamaszos a megfogalmazás, hogy visít belőle, hogy ez nem valószínű, hogy egy felnőtt ember írta, valahol pedig teljesen értelmetlen. Összességében azt tudnám elmondani, hogy olyan az egész, mintha egy 13 éves lány, aki éppen csak elkezdett Stephen King munkásságával ismerkedni, és olvasott tőle 3 vagy 4 könyvet, hirtelen szeretné megosztani a világgal mindazt, amit tud róla, akármennyire hibás és hiányos, és ez az információ, ami nála van, és ezt összeollózta az interneten talált magyar és angol nyelvű, de Google Translate-tel lefordított cikkekkel, amelyeknél még csak arra sem vette a fáradtságot, hogy a magyartalan és értelmetlen mondatokat kijavítsa. Nem az a baj, hogyha valaki valamit rosszul tud, vagy adott esetben egyáltalán nem tud. Az sokkal nagyobb baj, hogyha ezt nem ismeri be, és saját magát próbálja egy adott téma szakértőjének feltüntetni. Ha ez kiderül, az rá is nagyon rossz fényt vet, és a kiadóra is, sajnos. A Mojón erre a könyvre én egyetlen egy csillagot adtam, respektálva azt, hogy ezzel valaki tényleg valamennyit foglalkozott, ezeket a cikkeket összegyűjtötte, és legépelte ezeket az oldalakat, illetve a kötet végén található képek azok, amelyek miatt ezt érdemes volt a kezembe venni, bár ha Stephen Kingről képeket szeretnék nézegetni, ahhoz inkább a Google képkeresőjét fogom nagy valószínűséggel megnyitni. Sajnálom. Ha valaki jó életrajzot szeretne olvasni Stephen Kingtől, akkor semmiképpen nem ezt ajánlom, hanem a Lisa Rogák féle Kísértett szív című életrajzi művet. Az írónő klasszisokkal jobb munkát végzett, és ebben tényleg hasznos információkat találhatunk Kingről, illetve a Gabó kiadónál a közeljövőben meg fog jelenni egy új életrajzi mű, amit nagyon-nagyon várok, és nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen új információt fogok belőle majd megtudni, amikor olvasom.
Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk a következő videóban. Várlak titeket. Sziasztok!